Hello mindenkinek, Reject vagyok, és ismét vasárnap van. Ez azt jelenti, hogy eljött az ideje a következő animés videónak, és ma nem egy komplett évados alkotásról lesz szó, de nem is egy hosszabb ideig futó Battle Shonen animéről, hanem egy egyestés filmről, aminek az ajánlója már azóta érik, hogy a Koe no Katachiról csináltam egyet, na de hogy miről is beszélek? Hát a Your Name-ről, vagy japánul a Kimi no Nawa című alkotásról. Nem számít, hogy az ember hol születik meg, nem számít, hogy ki milyen környezetben cseperedik fel, egy adott dolgon szerintem kivétel nélkül mindenki gondolkozott már hosszabb ideig, ez pedig a klasszikus nagy kérdés, miszerint mi az élet értelme? Akármilyen jelentéktelenek is vagyunk az univerzumhoz, a világhoz képest, folyamatosan keressük a saját aprócska létünk okát, és hogy valami olyan dolgot vigyünk véghez, amire csak is kizárólag mi vagyunk hivatottak. Ennek pedig az az oka, hogy keressük vég nélkül azt a bizonyos érzést, hogy milyen lehet valami olyan dolgot csinálni, ami esetében úgy érezzük, hogy erre születtünk. Lehet ez akár egy nagy cél, hogy neves emberré váljunk, egy egyszerű vágy, hogy más emberekben gondolatot akarjunk kelteni, illetve akár az is, hogy megtaláljuk a másik felünket, a lelkitársunkat, akivel kölcsönösen egymást támogatva haladhatunk előre az élet nagy útvesztőjében. Előfordul az, hogy ezt a társunkat nem számít, hogy hogyan próbálkozunk, nem találjuk meg, de arra is volt már sok-sok példa, hogy anélkül is egymásra akadt volna két ilyen fél, hogy igazán igyekeztek volna a keresgéléssel. Sokan csak úgy írják le az ilyenfajta találkozásokat, hogy ez a sors akarata volt, valahol el lett döntve ezen két ember életének az összefonódása. A japán kultúrának szerves része az úgynevezett vörös fonal elv, ami dióhéjban annyit jelent, hogy az emberek sorsa egy mindent átívelő vörös szállal van összekötve, azaz, ha két embernek el van rendelve, hogy találkozniuk kell, és az a sorsuk, hogy egymástól tanuljanak, akkor ők nem számít, hogy mennyire kerülik egymást, nem számít, hogy ez a láthatatlan fonal hogyan hosszabbodik meg, vagy csomósodik össze, soha el nem szakad. Ezek a jelképes fonalak függetlenek az időtől, a távolságtól, vagy a két embert elválasztó körülményektől, és ez szerintem az egyik legszebb elképzelés, ami létezik. Van, hogy csak céltalanul bolyongunk az életben, és az egyik ilyen sorsszerű találkozás lesz az, ami egy csapásra értelmet ad a létünknek, visszafordíthatatlanul megváltoztat minket, és az egész eddig életünket teljesen felforgatja. Na de hogy miért is kezdtem most elmagyarázni a japánok egyik legérdekesebb életszemléletét? Nos azért, mert a mai animénk a Kimi no Nawa konkrétan erre az elméletre épül történeti ív szinten. Az egész sztori onnan indul, hogy egy fiú és egy lány sorsa egybefonódik, mégpedig azáltal, hogy arra ébrednek fel mindketten, hogy a másik testében vannak. Eleinte mindketten azt hiszik, hogy ez úgyis csak egy álom, ám ahogy telnek múlnak a hetek, többször is előfordul ez a jelenség, és mindegyikük élete egyre inkább kezd a feje tetejére borulni a másik által okozott galibák miatt. Ekkor kezdik el kapizsgálni, hogy ez nem álom, hanem igenis egy-egy komplett napra a lelkeik testet cserélnek, és bár eleinte azt hiszik, hogy ez csak valami ártalmatlan jelenség, amit együtt át kell vészelniük, hamarosan viszont kiderül, hogy nekik valami sokkal nagyobb feladatuk is lesz, aminek a véghezvitele folyamán szépen lassan egymásba szeretnek, szóval igen, ez egy romantikus anime enyhe természet feletti elemekkel. Azonban egyáltalán nem olyan lineáris a történeti ív, mint ami ennek elsőre hangzik, ugyanis két szálon fut a cselekmény, az egyik Tachibana Taki életét követi, ahogyan Tokióban tengeti a tipikus nagyvárosi nyüzsgéssel teli életét, tök jó fej, de kicsit hirtelen haragú középiskolás srácként, a másik szál pedig Miyamizu Mitsuha mindennapjait kíséri, aki kb. Takival egyidős és középiskolás lányként él a jól belassult vidéken egészen pontosan Itomori városában, és arra lámodozik, hogy milyen jó lenne Tokióban élni. Ő egy nagyon aranyos lány amúgy, önzetlen próbál minél segítőkészebb lenni, és nagyon kíváncsi a nagyvárosi életre, szóval ők ketten a történet főszereplői, és bár mindketten nagyon szerethető karakterek, én egy kicsit rohanósnak éreztem az ő bemutatkozásukat. Ahhoz képest, hogy elvileg kettőjük életéről és szerelméről szól kb. Minden, a hétköznapjaikból alig látunk valamit, mert annyira rohan a sztori a nagy fordulat irányába, amit amúgy lehet sejteni már az elejétől fogva, hogy mi lesz, azonban pontosan ezen rohanás miatt nem igazán jut időnk arra, hogy teljesen megértsük a két főszereplőnket és az ő karakter motivációikat. Ezen oknál fogva, ha nagyon éberen figyeled őket, időnként felmerülhet benned egy olyan kérdés, hogy miért is? Mármint konkrétan csak találgatásaink lehetnek pár cselekedetüket tekintve, azaz a tempó miatt nem kapják meg a szükséges mélységet, kidolgozottságot, hogy a lelkünk mélyén el is higgyük nézőként, hogy ők tényleg így akarnak cselekedni, és most még csak a két főszereplőről beszéltem. A mellékszereplők sajnos még annyi időt sem kapnak a képernyőn, hogy felületesen megértsük őket, pedig volt egy csomó baromi érdekes karakter, akiket sokkal többször szerettem volna látni, és a szereplők kidolgozatlanságán túl még egy kicsit a világ felépítésbe is belekötök, ugyanis bár technikailag a mi világunkban akar játszódni az anime, a természet feletti részeket meg sem próbálja elmagyarázni. Csak szimplán letudja a film annyival, hogy sors, rejtélyek, Istenek, az cső! Pedig én kifejezetten vártam, hogy mit teszi lehetővé például a testcseréjüket, de hát ez szerintem már csak az én személyes hülyeségem, ez nem feltétlenül hiba, az is egy felfogásmód, hogy nem szükséges mindent megérteni körülöttünk,
körülöttünk vannak dolgok, amikre csak rá kell borintani, és el kell fogadni, hogy ez van, még ha én ezt személy szerint gyűlölöm is. Amúgy annak ellenére, hogy mennyire belekötök a világába és a karakterekbe, abszolút nem veszel az élményből egyik sem. Annyira el van foglalva a néző a történeti ívvel, és annyira izgulunk Takiért és Mitsuháért, hogy eszünkbe sem jut analízis szerűen azt nézni, hogy ki mit miért csinál, és ez meg az hogyan történik, még második nézésnél is teljesen lekötött a sztori, illetve a filozófiai kérdések, amiket felvet. Ugyanis nem csak a vörös vonal elvet mutatja be kristálytisztán a film, hanem az egyik személyes kedvenc gondolatomat is, mi szerint mi határozza meg azt, hogy kik vagyunk. Ezen kérdésen sokat lehet kattogni, de én személy szerint mindig egyetlen egy válaszra jutottam kivétel nélkül, és ez szimplán az emlékeink. Még hogyha le is klónoznak minket, akkor sem fog a klónunk ugyanazzá az emberré válni, mint mi, mert teljesen más személyekkel fog találkozni, más dolgok fognak rá hatást gyakorolni, más élményekkel fog gazdagodni, és ezen élmények válnak a legbecsesebb emlékeinké, amik meghatározzák azt, hogy kik vagyunk. És ez eddig csak kettő volt az üzenetei közül a filmnek, ezeken kívül még tele van tűzdeve különböző kérdésekkel, amik eléggé megnehezítették a dolgomat, hogy melyikeket foglaljam bele ebbe az ajánlóba, de a végén csak ezen kettőnél döntöttem. Na de most, hogy megvagyunk a történettel, a világgal, meg a karakterekkel, illetve az üzenettel, térjünk rá az animációra. Most eleve az egész alkotásért a Comics Wave Films felelt. Miért ilyen nehéz kimondani ezt? Na mindegy, szerintem ezt a nevükből is lehet sejteni, de ők többnyire egyest és anime movie-kkal foglalkoznak, és bár van pár igazán jó alkotás már a hátuk mögött, név szerint a Byosoku Go Centimeter, a Katona Hanoniva, meg a legutóbbi nagy filmük a Tenkinoko, és még sorolhatnám, szóval ők csupa jó egyest és filmeket csinálnak, de ha van egy, ami az eddigi legkiemelkedőbb kell, hogy legyen a munkáik közül, akkor az a Kimi no Na wa. Eredetileg, amikor leültem újra megnézni, úgy ültem le a gépem elé, hogy na akkor essünk neki, és egy icike-picikét erőltettem magamnak, de csak az első jelenet, ahogy bevillant a monitoromon, azonnal magába húzott, és el nem engedett a vizuális élmény a film legvégéig. Véleményem szerint napjainkig ez az egyik legszebben meganimált egyestés film, nem véletlenül szólt akkorát annó 2016-ban. Jézusom, ma holnap 4 éves lesz ez is? Azt a rohadt! Ne öregedjetek meg, nagyon rossz dolog. Viszont most, hogy megvolt a vizuális rész, meg a depressziós hullámom, térjünk rá a zenére. A film alatt, ha jól emlékszem, 2 zenés szegmens volt, az openinget és az endinget nem számolva, amik őszintén szólva engem eléggé megleptek. Ugyanis ezek voltak az átvezető jelenetek nagyobb idő kihagyásoknál, és mind a két alkalommal érezni lehetett, hogy most megint egy picit más irányba fog csúszni a hangulata az alkotásnak. A zenéért amúgy Noda Yojiro felelt, a Red Wimps nevű japán rockbanda énekese, és annyi utasítást kapott konkrétan a rendezőtől Makoto Shinkaitól, hogy a dalok úgy kb. Adják vissza az éppen aktuális jelenet feelingjét, hogy így támogassák a zenék a dialógusok érzelmi töltetét. Mondjuk az egész film alatt többször is ilyen post-rock-szerű aláfestő zenék szólnak össze-vissza, és lehet ez csak az én személyes és elfogult véleményem lesz, mert hogy én imádom a post-rockot, de én egyszerűen oda és vissza vagyok ennek a műnek a zenéjéért. Valami olyan fajta érzés keltenek bennem a post-rock számok, mint amikor teljesen egyedül sétál az ember a hatalmas hegyek között, és csak a lépteinek a visszhangját hallja a saját gondolatai mellett, semmi mást. Van egy ilyen furcsa és romantikus érzése az ilyen zenéknek, amik pont telibe találják az én személyes ízlésemet, na de persze nem csak és kizárólag ilyenek vannak benne, akad egy csomó lightosabb rock szám, ami az előbb említett átvezető zenés szegmensekben felcsendül, na meg a kicsit nyugisabb zongorás meg hegedűs aláfestő zenék is ott vannak a hétköznapi jeleneteknél, de lényeg a lényeg, összességében olyan pont jó minden zenéje ennek az animének. Abszolút nem éreztem egyszer sem azt, hogy ne passzolna hozzá az egész soundtrack. Szóval, ha szeretnél egy érdekes természetfeletti sztorit látni arról, hogyan két ember sorsa egybefon, ha szereted a könnyed romantikus történeteket mély filozófiai üzenetekkel megtűzdelve, illetve oda vagy a szemet kápráztató animációért és a kicsit rokkosabb zenéért, na akkor ne is keresd tovább, ugyanis ezért éri meg megnézni a Kimi no Na wa című animét. Amikor leültem újra nézni, őszintén szóval gőzöm sem volt róla, hogy milyen ajánló fog kikerekedni belőle, és az a poén, fun fact, hogy bár ott van a filmben a vörös fonál végig, szimbolizálva azt az elvet, amit a videó elején elmagyaráztam, konkrétan semmi nincs az arcunkba tolva az elmélet terén. Amikor végignéztem, valamiért azon kattogtam, hogy mi az élet értelme, és amikor már félúton jártam az ajánló megírásával, akkor kerestem rá a vörös fonal elvre, ami konkrétan az élet értelmével kezdődik, és én egészen eddig erről nem tudtam. Az eddig általam tapasztaltak alapján írtam le az egész elejét az ajánlónak, és utólag jöttem rá, hogy még azelőtt megértettem az élet filozófiát, hogy tudatosan tisztában lettem volna vele, hogy ez micsoda. Nincs semmi tanulság, amit levontam volna belőle, csak gondoltam megosztom ezt veletek, mert éppen fel van robbanva az agyam, na de ha meghoztam a kedvedet a Kimi no Na wa című animéhez, akkor jó szórakozást kívánok hozzá!